Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Flóra Virág és Ajándéküzletben. Szalai Zsuzsával beszélgetünk, aki virágkötőmester, itt gyönyörű munkáit láthatjuk a képen. A beszélgetésünknek egy nagyon szép apropója volt, hiszen volt, meg jelenleg is zajlik egy országos akció, melyhez az üzlet is csatlakozott. Mi is ez az akció pontosan? Mindenkit sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Megtiszteltetve érezzük magunkat, hogy ezügyben megkeresett bennünket a Karcag TV. Azt kell róla tudni erről a csatlakozásról, amiben mink részt vettünk, hogy ez egy teljesen országos megmozdulás volt, ami tehát a Facebook oldalon találtunk rá, és tehát ez egy virágosoknak egy külön zárt csoportba tartozik. És ugye mi is ugye haladunk a korral, és mi is csatlakoztunk ehhez a programhoz. Tényleg mosollyal nagyon sokat rákészültünk, hogy tényleg örömet tudjunk szerezni az embereknek, és hogy majd később bennünket is egy igazi mosoly majd visszaérjen, amikor a megtalálója a csokroknak, vagy a készítményeknek. Küld majd erről egy fotót, hiszen egy fogadj örökbe egy virágcsokrot, ez volt maga az akció, amiről beszélünk most, hiszen Karcagon, Beregfürdőben és Madarason is lehetett különböző helyeken kirakva gyönyörű csokrokat találni, és örökbe lehetett fogadni. Mely részén volt a városnak, mondjuk beszélünk a Karcagról, kirakva ilyen szép-szép csokor? Amit ugye erről kell tudni, tehát ugye mi felvállaltuk az üzletben azt, hogy a Karcag és Kunmadaras Beregfürdő környékét, hogy megtiszteljük a korábban meglátogatott vevőinket azzal, hogy ők is részesüljenek ezekben az örömben és mosolyban. Karcagról azt kell tudni, hogy a Tesco-nál a vasútállomás, a gimnázium, a fürdő, tehát a kórház, és az üzlethez itt a posta sarkánál is helyeztünk el bónuszként egy este folyamán, tehát még az est folyamán is, és Karcagon tehát volt részünk abban is, amikor tényleg rátaláltak, és tényleg visszamosolyogtak, ami közel volt az üzlethez letéve. Ez nekünk is tényleg egy nagy örömet szolgált a bolt vezetésének, és nekem, mint egy alkalmazottnak. Komolyosan én magam vittem el Beregfürdőt is beleejtve. Ott is 6 készítménnyel boldogítottuk a lakosokat. Beregfürdőn 3-mal is boldogítottuk. Ott is részese voltam egy konkrétan egy visszajelzésnek, mert mihelyest letettem ezt a készítményt, szinte jöttek oda, hogy miért oda teszem, faggatóztak, tehát információt kértek, és tényleg nekem is akkor egy igazi mosoly csalt az arcomra, amikor láttam, hogy tényleg örülnek azért a egy kis dologért, amit csak úgy kaptak. És ugye ennek az egész programnak, tehát ugye ennek az volt a mondani valója, hogy azért ezt a napot miért is vállaltuk be, hogy azt kell tudni, hogy a virágos szakmában ugye a ballagás után azért egy picikét, mondjuk úgy, hogy virágmentes szakasz van, hiszen nincsenek azok a nagyon nagy névnapok az Annán kívül, meg majd az Ilonán, ami azért úgy tömegeket vonzana, gondolom, a virágboltba, és gondolom ezért indult el ez az országos akció is. Igen, meg azt, hogy az embereknek a napjainkban szembesülünk a születésünktől kezdve a halálunkig, tehát minden nap részese vagyunk a virágokkal, és arra szeretnénk ezzel felhívni a figyelmet, hogy ha csak egy szál virággal is, csak kedveskedjünk, és tényleg ne szaladjunk el egymás mellett a mindennapjainkban, a rohanásban, és ha csak egy szál virággal is, lepjük meg a szeretteinket, és az már elég ahhoz, hogy mosolcsaljunk egymásnak az arcára. Nem kell több, csak egy szál virág, és erre kell koncentrálni. És hát azt gondolom, hogy aki ide bejön, itt az előbb én csak úgy szétnéztem, és mondtam is, hogy már csak attól lehet mosolyogni, hogy annyi minden és annyi különleges dolog van. Tényleg itt mindenki talál olyat, aki tényleg csak egy szálat szeretne, vagy esetleg nagy alkalmakra, csokrokat. Egyébként mi a trendi most ilyen csúnya szóval élve, tehát mit keresnek?
Hát ezt nem lehet úgy konkrétan meghatározni, tehát amikor a vevő bejön egy üzletben, konkrétan nincs elképzelése. Próbálja elmondani azt, hogy ő mit szeretne, mennyi az értéket meghatározza, és igyekszem úgy elkészíteni a dolgokat a mindenkinek a saját pénztárcájának és az igényének megfelelően, mert ez nagyon fontos ahhoz, hogy a vevőt meg tudjuk tartani a kisnyugdíjastól, tehát minden igényt ki kell, hogy szolgáljunk. Tehát nincs egyfele orientálás, hanem tehát mindenkinek a kedvére kell, hogy dolgozzunk. És utána ez diktál. Itt az előbb volt egy vevő, aki ugye ő maga mondta, hogy ő így szeretné tehát, hogy mi kerüljön rá a virágjára, és ettől kezdve a lehetőséget mi tudjuk nyújtani, és azt szerint készül el, és nekünk már az is boldogság. Öröm, hogy boldogan tud távozni azzal az egyszálvirággal is. Igen, tehát tényleg egy egyszálvirág volt, és azért mondjuk 10-15 évvel ezelőtt még egyszálvirághoz rengeteg zöldet tettek, egy szegfű volt elsősorban, még egyszál masnit, és kész. Itt azért láttuk, hogy feliratot is, amit kért, azt is rögtön pillanatok alatt rá lehetett tenni, tehát tényleg lehet haladni a korral. Egyébként még itt a nyári szezonban, ez az esküvői szezonról beszéljünk egy picit. Ott most mi a felkapott esetleg virágokban, változott-e valami, vagy formában? Igen, tehát azért örülök neki, hogy nagyon sok olyan mennyasszony van a mai generációban, hogy igyekeznek maguknak kiválasztani már előre a csokrokat, és már kész dolgokkal igyekszenek előjönni, hogy ilyen lesz a ruhája, és akkor ehhez találjunk ki valamit. És igen, tehát ezt mindenkinek szeretném mondani, hogy első kérdésem mindig az egy mennyasszonynál, hogy milyen a ruha, a fazon, és akkor ahhoz választunk egy csokor formát, mert a ruha és a csokornak annak mindig egységben kell, hogy legyen, nem nyomhatja el az egyik a másikat. Vannak olyan esetek, amikor a mennyasszonynak van konkrét elképzelése, de a ruhához az nem élik. Ezt igyekszem úgy kordában tartani, hogy közös nevezőre hozzuk. Sokan kérnek kerek csokrokat, most majd a következő egy gyönyörű zuhatag csokor lesz, amit majd egy gyönyörű mennyasszonynak fogok készíteni. És általában most már azt is tapasztalom, hogy kezdik elhagyni a mennyasszonyok a zöldelést, a tűlöket, ami régen már ugye megszokott volt. Most már a maga egyszerűségében legyen elegáns. Inkább az apró virágok az, ami még úgy jellemző, még most tapasztalhatók, tehát az a többségében a rózsák, és inkább az a letisztult pasztelszínek. És az a nagyon könnyebb forma, nagyon régi vonalak, azok most már úgy nem tükröződnek. Én igyekszem a mai trendnek megfelelően a kívánságok szerint elkészíteni a jelenlegi mennyasszonynak, akikkel most vagyok kapcsolatban. És azért vannak újdonságok is, hiszen itt az előbb mutatott nekem egy örök rózsát, amit azért majd szeretném, hogy a nézőinknek is megmutatnánk, hogy mi is ez pontosan. Én azt kívánom, hogy sok-sok mindenki visszajelezzen, hiszen a Facebookon kell egy fotót küldeni az örökbefogadott virágcsokorral az üzletvezetőjének az e-mail címére, illetve az üzlet tulajdonosának az e-mail címére, Valikának. Én azt kívánom, hogy sokan jelezzenek, és mosolyt küldjenek önöknek vissza. Én itt szeretném most megköszönni mindazoknak, akik tényleg megtalálták a bolt készítményeit, mert nagyon sokan visszajelezték azt, hogy igen, boldogan rátaláltak, örökbe fogadták, és tényleg mosolyt csaltunk az arcukra, és mi is nagyon boldogok vagyunk, hogy láttuk, hogy milyen gazdát kapott az a készítmény. És mindenkinek nagyon köszönjük a bolt nevében is a sok-sok visszajelzést, úgy Karcagról, Kunmadarasról, Berekfürdőről, mert boldogan tették.
Mi meg akkor azt kívánjuk magunknak, akik ilyet esetleg találhatunk legközelebb, hogy sok-sok hasonló akció legyen. Köszönjük szépen! Minden évben, és szerintem az országos szinten ez volt a Magyarországon a legelső megmozdulás, és én gondolom, hogy most 200 virágból csatlakozott ebben az első induláskor, és én bízom benne, hogy a következő minden évben újra rendező programban szerintem sokkal többen fognak még csatlakozni, és látván azt, hogy milyen sikerrel tudtuk ezt végigvinni itt Magyarországon. És hát én gondolom, hogy azért saját maga is büszke erre, hiszen azért igen, itt látjuk, hogy be fogunk mutatni majd közben, hogy hogyan is készül, már van egy kész, és a készülés folyamatát is bemutatjuk. Tehát ez tényleg egy nagyon kreatív volt mindennyik, úgyhogy én ehhez önnek gratulálok, és jó munkát kívánok még önnek. Jó, köszönöm szépen!